A műsor támogatója a Borsodi, az Apollo, a Tipmix, a Volkswagen, a Skoda és a Seat. The most important today was the... Sikerült elérni azt, amiről a héten beszélt, teltház előtt fogadtuk az Újpestet, ez plusz egy gólt jelentett a mai napon, a szurkolóktól fantasztikus támogatást kapott a csapat, a játékosok és a csapat teljesítménye, azt kell, hogy mondja, hogy nagyszerű volt, az elejétől kezdve jobb teljesítmény nyújtottunk, mint az Újpest, jobban játszottunk, és végre kijött egy olyan mérkőzés, amikor a jobb teljesítmény a gólokban is megmutatkozott, hiszen valóban megvolt ez a különbség a két csapat között, és amire nagyon büszke az, hogy egy Újpest ellen egy kiváló csapat ellen sikerült ezt az eredményt elérni. Úgy érzi, hogy ez egy nagyon fontos dolog mind a klubnak, mind a szurkolóknak, mind a játékosoknak, és reméli, hogy ez egy új kezdet, egy jó, egy jövőbeli új kezdetnek lehet a első lépés ez a mai mérkőzés. Fantasztikus játékosnak tartja Tajti Matyit, el kell mondani, hogy nagyon nehéz szezonon van túl, későn érkezett a csapattóhoz, ugye a Malagával egy hosszú egyeztetés után sikerült leigazolni, utána télen volt egy kisebb sérülése, azt kell, hogy mondja, hogy most sincs teljesen 100%-os állapotban, de egy kulcs pillanatban sikerült ezt a szabadrugást megrúgnia. Múlt héten ugye Werner Schnitzsinek volt ugyanígy egy fantasztikus szabadrugás, aki most ugye nem volt a pályán. Nagyon fontos volt a jövővel kapcsolatban az, hogy az első osztályú tagságunkat meg tudjuk őrizni, de úgy érzi, hogy idén, amikor ő ide érkezett a klubnál, történt egy struktúraváltás, amiben kiemelt szerepet kaptak a fiatalok. Szeretném megköszönni az akadémia edzőinek a kiváló munkát, amit idén végeztek. Egy olyan fajta filozófia lépett életbe, hogy nem volt rajtuk nyomás, nem várt tőlük abszolút eredményt, csak azt, hogy fejlesz a fiatalokat. Egy kiesés ellen küzdő csapatban lehetett látni az idejében, mennyi fiatal be tudott mutatkozni. Szeretném megemlíteni Tóth Boriszt, szeretném megemlíteni Farkas Marcit, Kokót, Bárdos Bencét, akik végig a csapattal edzettek, Géringer Tomit, és volt arra lehetőség, hogy bevesse őket egy ilyen nehéz és kiélezett szituációba. Úgy érzi, hogy ez a klubnak a jövője. Tehát a klub elindult egy olyan úton, amiből a jövőbe majd sokat tud meríteni, és a fiatalok, a saját nevelésű játékosok ehhez nagyon-nagyon szükségesek, és ugye nagyon boldog, hogy a Korbé Kristóf ugye ma góllal tudta meghálálni a bizalmat, de ezen felül ki kell emeljen más játékosokat is, szerinte Márkvár Dávid nagyon jó teljesítményt nyújtott be, vagy a védelem, tehát több mindenki kellett ez a mai sikerhez, és úgy érzi, hogy amikor elindul egy ilyen folyamat, amikor ennyi minden változik egy klubnál, a legfontosabb az, hogy meglegyen a klub részéről a türelem. Többször voltunk nehéz helyzetben, és amiatt szeretném megköszönni a klubnak, hogy végig bíztak benne, és megadták azt a lehetőséget, hogy ezt a fajta munkát ugye végig tudja csinálni. Ami még szintén nagyon fontos, és el kell, hogy mondjon, hogy egyértelmű, hogy a kiesés ellen küzdöttünk a mai napon, és ugye az volt a fontos, hogy megőrizzük az első osztályú tagságunkat, de hogyha úgy vizsgáljuk a tabellát, hogy az elmúlt 21 meccset nézzük meg, akkor a csapat a harmadik helyen van, ami egy nagyon nagy előrelépés, és ez a játékosoknak az érdeme. Rengeteget fejlődtek idén csapatként, rengeteget fejlődtek egyénileg, és ez azt gondolja, hogy egy nagyon-nagyon pozitív dolog, és egy óriási érdem, és ez a játékosoknak az érdeme. Today I can tell you that I am the or we are the happiest coaches in the world. Ez az a nap, amikor egy edző boldog lehet. Egy edző szerintem mindig csak akkor lehet boldog, ha elérte a kitűzött célt. A kitűzött cél az a bennmaradás volt, ma tényleg el tudja magát engedni, egy egyszerű győzelem után nem tudja elengedni, örülnek a játékosok, örülnek a szurkolók, ő azon gondolkozik, hogy mit lehetett volna jobban csinálni, miért nem működött valami az adott játékos, miért nem tudott olyan teljesítmény nyújtani, amit elvárt tőle, viszont most megvan a cél, sikerült ezt elérni, úgy érzi, hogy az idei évben ez körülbelül egy olyan teljesítmény a klubtól, mint a Ferencvárostól, hogy megnyerte a bajnokságot, azzal tudná párhuzamba állítani, de nem lehet megállni, a holnapi naptól kezdve folytatódik a munka, ugye stábértekezlet lesz, szeretné értékelni a szezont, szeretne arra válaszokat kapni, vagy megfejteni, hogy a szezonnak a kétharmadában jó teljesítmény nyújtottunk, hogy lehetne azt javítani, hogy jövőre ne forduljon elő az, ami ugye az első harmadban nem működött, úgyhogy abszolút nagyon boldog, a világ legboldogabb embere, mint hogy ugye én is elmondtam.